A lengyelországi repülőtragédia áldozatainak, a lengyel államfőnek az emléke előtt ökumenikus imádság keretében tisztelegtek Sárospatak önkormányzatának tagjai, a helyi egyházak papjai és a város lakossága. A megemlékezést a Bazilika Minorban tartották. A kacsini eseményt az elhunyt elnök úgy jegyezte, hogy a lengyel történelemnek egy nagy sebe. És ő valamivel egy héttel ezelőtt gyógyítani indult ezt a sebet. Mégpedig azzal a szándékkal, hogy a lengyel-orosz megbékélést elősegítse. Mondhatjuk azt, hogy drága lett a gyógyszer. Dr. Hörcsik Rihárd, a város polgármestere, országgyűlési képviselő, emlékező beszédében mély fájdalommal szólt a lengyel nép bánatáról, különösen pedig arról, hogy a tragédia a testvérvárosi kapcsolatok okán személyesen is érintette nem csak őt, de Sárospatak polgárait is. Ez a gyász azért is személyes fájdalmunk, mert olyan jeles lengyel személyek mentek el a mindenélők útján, akikkel személyes kapcsolatunk volt, akikkel nemrégen még találkoztunk, akikkel nemrégen még beszélgethettünk. De én is szeretettel emlékezek vissza Lech Kaczyński elnök úrra, akivel tavaly éppen Krosznóban találkozhattam, és nyílt alkalmam, hogy beszélgethessek vele a két nép és a két város Krosznó és Sárospatak kapcsolatáról. Virág Sándor, református lelkipásztor, az elhunyt lengyel államfőért, a repülőgép tragédia többi halottjáért mondott imádsága után szívszorító búcsúztató énekével tisztelgett az áldozatok emléke előtt. Az elnöki gép 2010 Titanicjává változott. Együttérzésünkben énekeljük azt az éneket, amelyet egykor a süllyedő hajón. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, fájdalmak útjain, mindig feléd. Kis Tünde, a református gimnázium tanulója saját versével emlékezett az áldozatokra. A szertartáson részt vett Krosznóváros delegációja, valamint az egri Minorita Rendház lengyel származású házfőnöke is. Az imádság végén dr. Hörcsik Rihárd polgármester, a város képviselőtestületének tagjai, valamint a megjelentek főhajtással tisztelegtek az elhunyt államfő képe és a lengyel zászló előtt.